tehát az érdi játékos keretében a kezdő 11-e. Sárvári oldalon is történt változány. Ez Csizmadi, de nagy labda. Gyönyörű szerelés. Gyönyörű szerelés, de jó lesz odafigyelni. Ez meg egy szép sarkalás, szép mozdulat. Szerzsel és Koroncaival. Kocsis. Gyönyörű szép keresztlabda, el is fog jutni az Csákvári. Hogy még a csel is jó, Csákvári! Csákvári, sok lesz az, nem sok, gól! Annak a labdának szeme volt, amit Kocsis adott egyébként, tehát onnan indult minden. Kocsis keresztlabdája volt gyönyörű. Csákvári pedig a picit úgy tűnt először, hogy körülményesen is, de megoldotta, ugyanis nem nagyon volt a középen érkező emberek. A középpályán ezúttal a helyén. Ondra Jós! Itt hagyott ki, még ott a lehetőség! Hát most eldönthettük volna, hogy két percen belül. Profi körülmények, hogy készülő csapatok vannak. Ott van, és fejes kapufa! És ki volt? Természetesen Csizmadia. Egymásra már két védő! Csizmadia keresztbe lőtte szöglet. Cserbe marad. Megint felső lesz, hát azért most jó lesz összekapni ott a védelmet. Itt a kirúgás, vagyis szabadrúgás, kifelelkvári. Koffi lépett oda végig Sics. Hoppá, nem érkezett senki, de legalább kapu felé ment. Jó lesz figyelni megint a fejesre, most van megint benn marad, és megint elfejelik. Húzer! Figyelni, figyelni! Ammanelli próbálta fedezni! Szes! Ezért meg akár sárgol, aki sárgat a volna éppen. Jó, köszönjük szépen! Nem volt a fél időben csere, de hát nem is nagyon volt rá ok. A vendégeknél ugye egy csere volt már az első játék részben Pallas. Jó, kelemel lövése hagyja el a játékteret. Klauser, gyorsabb, Klauser. Jaj, de jó! Úristen, úristen, német! Mit hagyott ki? Az meg olyan jó oda! Mi meg is oldott, ha szépen fordult le? Röviden! Csis! Mondom én, az nem volt! Nagy kapus hiba! Koroncai fejelte be, és Rajos volt az, aki a gólszerző. Koroncai középre fejelte, Rajos. Hát ez nagy kapusiba volt. A második fél idő 16. percében Rajos a gólszerző. Balásti is, Balásti fut neki, Balásti mellé. Gracias.
A harmadik, 33. percben, a második fél időben, Koroncai 3-1. Most kintén viszont, aztán Subic, a saját igazából most vett véget, 90 plusz néhány hosszabbításnak, tehát 3-1-re a Sárvár nyert, a Sárvár jól örült, Csákvári, Rajos és Koroncai.